Na, hello, hello mindenkinek, srácok, tudjátok jól, a napokban beszéltünk a legritkább itemshopos skinekről, emotokról és csákonyokról. Szóval itt az ide, hogy beszéljünk a legritkább gliderekről is. Ha nem láttad az ezelőtti részeket, link a leírásban. És persze, mint az ezelőtti videóknál, újra ugyanazt mondom, hogy ha rendelkezel legalább egy gliderrel a felsoroltak közül, ne felejts írni egy kommentet. Térjünk is a témához, a 10. legritkább itemshopos glider az a mainframe glider. Uncommon Glider, ami Season 3-ban szerepelt legelőször az Item Shopban. Pontosabban április 13-án 2018-ban lett behozva az Item Shopban, és az utolsó napja pedig 2019-ben volt, január 5-én. Így ez a glider a 10. helyet kapta, hisz már több mint 314 napja nem vásárolhattuk meg. A 9. legritkább glider a Ginger Sled Glider. Úgy szintén egy Uncommon Gliderről beszélünk, amit a játékosok Season 7-ben láthattak először, pontosabban december 21-én 2018-ban. Egy nagyon kedvelt glider volt, de sajnos az utolsó alkalom rá, hogy megvásárolhassuk, az december 29-e volt 2018-ban. Ezúttal ezt a glider sem vásároltuk meg, már több mint 321 napja. A 8. helyen a Crystal Carriage Glider. Egy Rare Glider, ami december 24-én láthatunk először az Item Shopban 2018-ban, és pontosabban két napot szerepelt, szóval már december 26-án ki is vették az Item Shopból, és nem volt alkalom rá, hogy megvásárolhassuk azóta. Ez csak annyit jelent, hogy már több mint 324 napja nem vásároltuk meg. Hetedik legritkább glider a Krampus Little Keeper. Különleges módon egy Epic Glider, ami úgy szintén Season 7-ben lett behozva a játékban, és ami úgy szintén december 24-én szerepelt az Item Shopban. Ami különbözik az előtti glidertől, az az, hogy ez a glider csak 24 órát szerepelt az Item Shopban, és így december 25-én szerepelt utoljára. Ezúttal ezt a csákán sem vásároltuk meg, már több mint 325 napja. Hatodik helyen a Cozy Coaster Glider. Rare Glider és különleges módon egy Season 2-es gliderről beszélünk. Season 2 elején lett behozva a játékban, pontosabban december 17-én, 2017-ben. Azóta persze még szerepelt az Item Shopban, főleg karácsonyi időszakokban, utána pedig december 24-én vásároltuk meg ezt a glidert is. Ami csak azt jelenti, hogy már több mint 326 napja nem láthattuk ezt a glidert az Item Shopban. Ha ideig eljutottál, ne felejtsd dobni egy lájkot a videónak, nagyon szépen köszönöm. 5. helyen a Flying Fish Glider. Uncommon Glider Season 5-ös, pontosabban augusztus 19-én szerepelt először a játékban, utoljára pedig, mint a többi glidert is, a decemberi hónapban vásároltuk meg utoljára. Pontosabban december 20-a volt az a nap, 2018-ban, amikor ezt a csákányt láthattuk utoljára az Item Shopban. Ezúttal már több mint 330 napja nem vásároltuk meg ezt a glider sem. Negyedik helyen a Triumph Glider. Season 4-es gliderről beszélünk, ami pontosabban május 20-án került be a játékban. Nagyon sokat szerepelt az Item Shopban a decemberi hónapig. Sajnos december 6-a volt az utolsó nap, amikor ezt a glidert megvásároltuk az Item Shopból. Összesen már több mint 344 napja nem szerepelt az Item Shopban. Harmadik legritkább Item Shopos glider a Royal Dragon Glider. Legendary Glider 2000 V-Bucks értékben, ami Season 3 harmadik napján jelent meg legelőször az Item Shopban. Pontosabban február 25-én 2018-án, és az utolsó szerepe az október 11-én volt 2018. Így sajnos ezt a glidert nem vásároltuk meg, már több mint kereken 400 napja. Második helyen a Fighter Kite Glider. Season 2 végén lett behozva a játékban, pontosabban május 15-én, és úgy szintén, mint az ezelőtti glidert, az októberi hónapban vesztettük el. Utolsó nap, amikor szerepelt az Item Shopban, az október 6-a volt, és így már több mint 406 napja nem volt rá esélyünk megvásárolni ezt a glider sem.
És elértünk a legritkább item shopos gliderhez, Season 1-es glider, lehet már a nyelveteken is van a glidernek a neve, de ha mégsem, akkor kimondom én, a Raptor Glider. Season 1-ben volt behozva a játékban, pontosabban november 6-án, 2017-ben. Azóta persze, hogy még szerepelt az item shopban, de az utolsó napja augusztus 1-én volt, 2018. Így ezt a glidert már nem láttuk az item shopban, már több, mint 471 napja. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek ezt a videót, ne felejtsétek leírni kommentben, hogy ti milyen ritkaságokkal rendelkeztek, és iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le a továbbiakról. Én Norbert voltam, és további szép napot kívánok mindenkinek!